Köszöntöm Önöket, a helyi értéket látják. A mai adásban egy olyan sportág képviselőjét ismerhetik meg, amely során egyaránt szükséges erő, kitartás és akaraterő. Köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Simai László súlyemelőt. Köszöntöm a nézőket. A beszélgetésüket én onnan kezdeném, hogy ugye az élete során nagyon fontos szerepet játszik a sport, immáron több évtizede. Gyermekkorában mennyire állt közel Önhöz a sportolás, a mozgás? Hozzám mindig is közel állt, mint ugye általában a fiúgyerekek mindig ilyen örökmozgók, és engem a édesanyám egy sport általános iskolába íratott be, és amikor negyedikesek voltunk, akkor a testnevelő tanár válaszút elé állított mindenkit, hogy le kell, igazol sportolónak kell lenni mindenkinek, a nyári szünetről már úgy kell visszamenni, hogy mindenki valamilyen sportágat válaszol, és ugye mint fiú gyerekként mindenféleképpen ugye erős akartam lenni. Vékony gyerek voltam, nem voltam annyira erős a osztálytársaimhoz képest, és így meg akartam mutatni, mint általában a fiúk, hogy akkor én leszek a legerősebb. És hát ugye ezáltal választotta a súlyemelés, mint sportágat. Miért még azért erről beszélnénk, gondolom ez nem volt akkor annyira népszerű, vagy nem tudom, hát a fiúk általában fociztak, kosaratta, vagy nem tudom, milyen sportágokat választottak. Kisúszállás a magas súlyemelés mindig népszerű volt, mert mindig jó eredményeket hoztak nemzetközi versenyekről, országos versenyekről, kupaversenyekről, és ugye így kerültem én is oda, hogy jó volt a vízhangja, és akkor kipróbáltam ott magam, és ott is ragadtam. És volt esetleg példaképe? Nem volt. Hát akkor még nem volt, nem volt, mert ugye 10 évesen az ember még nem nagyon követi nyomon. Nem volt nagyon helyi tévé Kisújszálláson, ez egy viszonylag kisváros. Akkor még nem volt helyi újság, amiből úgymond az ember tudjon tájékozódni, meg gyerekként még annyira nem érdekelt így a sportvilága. Amikor mondjuk a szülei megtudták, hogy ezt a sportágat fogja választani, mennyire bíztatták, vagy esetleg féltették, hogy mondjuk veszélyes sportág? Inkább féltettek. Mindig mindenkitől azt hallottam, hogy nehogy ne lenyomorodjak, nehogy lesérüljek, majd biztos tolókocsiba fogod végezni. De ezt nem csak a közvetlen családtól még hallottam, hanem magát a testnevelő tanárom is mindig óva intettett től. De akkor ezek szerint ez nem rettentette el ettől a dologtól? Nem, pontosan ugye ez egy nagy ösztönzést adott, hogy meg tudom mutatni, hogy ugye ezek ellenére is, ugye, hogy ilyen hátséllel indultam el, meg tudtam mindenkinek mutatni, hogy nem nekik van igazuk, hanem nekem. Na és akkor hogyan ismerkedett meg ezzel a sportággal? Hogyan kezdődik erre a felkészülés? Nyilván nem azzal, hogy rögtön hatalmas súlyokat emelgetnek. Nem, hát ez ugye általában a kisgyerekeknek zömébe seprűnyéllel, magát először a mozgáskultúrát, magát a mozgást kell berögzíteni, és hogyha az stabilan megy, úgyhogy amikor az ember már álmából is felkeltik, akkor azt már hibátlanul meg tudja csinálni. Ugye itt kétfajta gyakorlat van, van a szakítás, illetve van a lökés, és akkor utána szép fokozatosan esző 5 kiló, és akkor utána apránként szépen. Ilyenkor már látszott, hogy ön ebbe tehetséges lesz? Szerintem az első 1-2 éve nem feltétlenül. Ugye 13 éves voltam, 10 évesen kezdtem el, 13 éves voltam, amikor Cegléden volt egy országos diákolimpia, és én akkor nyertem meg, azt a versenyt megnyertem. Akkor nagyon büszke voltam magamra, mert az általános iskolában még senki nem ért el országos diákolimpián első helyezettet, egyedül én voltam az első, és akkor kaptam egy ilyen farkas szemet a sportággal kapcsolatban, illetve a sikerrel kapcsolatban, és akkor Isten igazából ez a verseny volt az, amikor ugye eldöntöttem, hogy akkor én bajnok akarok lenni. Ki tudna emelni esetleg egy személyt, egy mestert, aki ön mellett állt, és nagyon sokat köszönhet neki? Hát a Szabolcsi Karcsi edzőmet. Ugye ő engem mindig, mint szakmailag, mint emberileg, mindenféle, mindig támogatott, és ugye innen is szeretném neki megköszönni a támogatását. Tudom, hogy nehéz lesz, de hogyha egy dolgot ki tudna tőle emelni, akkor mi volt a legfontosabb, amit megtanult a sportággal kapcsolatban tőle? Hát végülis maga ő által, illetve a sportágon keresztül váltam emberré. Ugye megtanított a sportág is, ő is ugye küzdeni, a céljaimért ugye tűzen vizen át ugye kitartani, úgyhogy...
Ugye említette ezt a versenyt, ami vízválasztó volt az életében, és akkor ezután határozta el, hogy bajnok szeretne lenni. Mi volt a következő lépés az élete során? Mikor lett igazolt sportoló? 1988-ban lettem igazolt sportoló, úgyhogy én azóta végül is igazolt sportoló vagyok. Igen, itt lehet azt mondani, sok sportág esetében ugye vannak a profik meg az amatőrök, de ugye a súlyemelésnél nem ennyire elkülönül, vagy nem ennyire éles a határ a kettő között. Nem igazán. Úgyhogy aki már válogató szintre eljut, az már lehet egy ilyen fél profi. Mint ugye sok sportágban vannak ilyen profiligák, súlyemelésben sajnos nincsen ilyen. Úgyhogy nincsenek nagyon kimondottan fizető versenyek. Most már inkább erre rájöttek, ugye, hogy maga a pénz ugye itt is egy ilyen megtartó erő, nagyon mint általában nagyon sok sportágnál. Most kezdenek ilyen pénzdíjas kupa versenyeket rendezni. Az én időmben sajnos nem volt jellemző. Ugye kisúszáláson kezdte sportolói pályafutását. Mit lehet elmondani az ottani közösségről? Mert nyilván ilyen edzéseken nagyon fontos, hogy mindenki bízzon a másikba és segítsen a másiknak, ugye, hogy esetleg valami nagyobb súlyt emel meg. Igen, ez egy nagyon családias közösség volt. Ugye életre szóló barátságok kötettek. A mai napig szinte minden sportbarátommal tartom a kapcsolatot. Ha nem is napi, de heti, havi szinten megkeressük egymást, vagy személyesen, vagy telefonon. Úgyhogy végülis azt veszük, mindent ott annak köszönhetek. Ugye beszéltünk róla, hogy egészen fiatalon kezdett el sportolni, és ahogy haladtunk előre az időbe, egyre erősebb lett, és egyre nagyobb súlyokat tudott megemelni, tehát a versenyek igen. során és kategóriákat lépett, vagy hogy kell ezt elképzelni? Igen. Tudj, versenyről ugye mindig egy picit rá tudtam pakolni ugye a edzés eredményeimre, és akkor ez adott mindig egy ilyen löketet, egy ösztönzést, hogy ezt kell csináljam. Mennyire szokott mondjuk izgulni versenyek előtt, illetve hát nyilván nagyon fontos, hogy amikor odalép a súlyhoz, az a fél perc, egy perc, pár másodperc még az emelés előtt ott teljes mértékben ki tudja zárni a külvilágot arra az időre? Igen. Igen, ott teljesen ugye csak a súlyjal is magammal foglalkozok, hogy ugye ezt minél gyorsabban, minél szebben, dinamikusabban csináljam meg. Én ezt szoktam is úgy mondani, hogy a súlyemelés az én templomom, mert ugye ott az ember teljesen ugye átszellemül, teljesen kikapcsol, és kimondottan csak magára a súlyemeléssel foglalkozik. És amikor az ember rálép a súlyemelő dobogóra, ott szinte én csak magam nevemben tudok beszélni, ott teljesen már nincsen külvilág, ott csak én meg a súly vagyok. Ugye, ha az ember belegondol a súlyemelésbe, akkor ez egy elképesztően fizikális sportág, de hát legalább ennyire pszichológia is, nem? Tehát most például amire utaltunk itt vissza. Hát, amikor már az ember versenyen van, akkor inkább már pszichológia. Mert ugye maga az ember a terembe az edzésmunkát már elvégezte. A munka az el van végezve, ott ugye, amikor az ember kilép a dobogóra, akkor már belül zajlik le az, hogy ezt meg tudja az ember csinálni, vagy nem. Mert az izomzat az képes rá, sőt még többre is, de itt el kell hitetni az emberrel magával, hogy arra képes is. És ez inkább már ez agyba dől el, mint általában nagyon sok minden az ember életében. Hát meggondolom, hogy a fizikai teljesítőképességét az ember feszegeti a határait gyakorlatilag. Gondolom ez önnel is többször előfordult, nem? Igen. Hát volt olyan, hogy mikor készültem egy országos diákolimpiára, hogy versenyen 190 kilót lögtem, otthon meg 170 kilóval majd meghaltam. És ugye, de az edzőmnek köszönhetőleg ugye ő látta azt, hogy ugye képes vagyok rá, és magán versenyen már 170 kilón kezdtünk. És akkor így mentünk, hogy 170, 180 és 190 kiló. Igen, ez amikor az ember jó értelemben megdöbbent, tehát igen. Amit elképesztő, igen. Amit ki tudnak így súlyba nyomni. Hogyha ugye nézzük az élettörténetét tovább, mert talán abba hagytuk, ugye, amikor igazolt lett, de még kettő között van egy fontos, vagy eközben van egy fontos esemény még, hogy kisúszállás után a Soroksár volt az ön következő helyszín, ahol folytatta a sportolói pályafutását. Ez mikor történt pontosan? Ez a 90-es évek végén felhívtak engem dolgozni Budapestre, mert sajnos el kellett mennem dolgozni, mert édesanyám egyedül nevelt fel engem és az öcsémet, és ugye kisújszálláson, meg mivel elég kisváros volt, sajnos senki nem tudott támogatni.
és unokatestvérem felcsábított, és az ő cége engem végül is támogatott. És akkor így a Szűcs Endre barátomhoz leigazoltam, és akkor ott folytattam. Ez egy teljesen másik közeg volt a kisújszállásihoz képest? Nem, mert Szűcs Endre is kisújszállási, és volt egy irányelenű kötődés, illetve maga a kisújszállás, illetve a Soroksár, az majdnem ilyen testvér egyesület viszonyában volt, illetve van most is, úgyhogy végül is ismertem ott szinte mindenkit. Majdnem mondhatom azt is, hogy végül is hazajöttem. Úgyhogy számomra ez nagy környezetváltozást úgymond nem okozott. Ugye említette a családot, hogy egy kicsit akár előre is utalunk a mostani családjára is, akkor nekik mit köszönhet? Végül is a mostani családomnak végül is mindent köszönhetek, mert hát végül is mindig mellettem álltak. Úgyhogy 2006-ban költöztem ide Rákoshegyre. A feleségem az rákoshegyi születésű, és akkor már evidens volt, hogy ugye a munka ide kötött, a sport ide kötött, hogy akkor a Rákoshegyi kerület részbe költöztünk, és akkor itt alapítottunk családot. Ugye beszéltünk az első felnőtt versenyről, de hogyan emlékszik az első aranyéremre, az első fontosabb eredményre? 89-ben volt Kecskeméten, amikor először nyakamba akasztották az aranyérmet. Kassa Gyuri bácsi. Ez milyen visszaigazolás az embernek, hogy tényleg amit elvégez a teremben munkát, utána a nyakába akasztják az aranyérmet? Ennél jobb visszaigazolás nem kell. Hogy az embernek ugye a munkájának ez a gyümölcse. De volt önben olyan, amikor jöttek az eredmények, hogy mondjuk akár nagyobb lett az önbizalma, elkapott egyfajta, nem is tudom, hívőnt, hogy akkor még többet, még többet, még többet? Igen, hát végülis ez egy egészséges tusakodás az emberre önmagába, hogy ugye mindig többet akar, mindig jobbat akar. Persze, hogy mint mindenkinek, ugye itt is voltak nekem is ugye hullámvölgyek, volt egy kis sérülés, volt, amikor kiestem versenyen, mert azért ez nem egészen ilyen egyszínű ez a sportolói kép, de ugye a rossz versenyekből is ugye mindig az ember tanul, hogy mit rontottam el. Volt, amikor túlizgultam, még főleg ugye a sportpályafutásom elején. Hát ugye ez egy tanulási folyamat. Az embernek ezt is meg kell tanulni, hogy álljon a dobogóra, hogy viselkedjen a bemelegítőterembe, mint mindent. Lehet mondani, hogy az ember beérik rá, vagy megérik rá tulajdonképpen. Igen, ez a legjobb szó. Igen. És hát ugye azért beszéltünk erről még ott a legeslegelején, az ijeszgetéseknél, ugye, hogy mondták, hogy nagyon sok a sérülése jár ez a sportág, de ha jól tudom, akkor azért szerencsére nagy rész az ilyen komolyabb sérülésekön elkerülték. Ez így van, igen. Hát ugye amikor riogattak, akkor ugye gyerekfejjel az ember elgondolkozott azon, hogy ugye mindenki szinte nálam idősebb volt akkor. És láttam nagy erős, izmos fiúkat, és ugye soha senki nem panaszkodott, ugye, hogy fáj. Ugye persze voltak kisebb sérülések, de hogyha az ember megy az utcán, akkor is óhatatlanul, hogy mondjuk kimegy a bokája, vagy rossz mozdulatba csípődik a dereka, vagy a lapockája. Most voltak teremben itt is olyanok, de olyannal én soha nem szembesültem, hogy a súlyemelő teremben valaki mondjuk lenyomorodott volna, mint amivel ugye engem riogattak mindig. Ugye az érdemeket és az eredményeket nem véletlenül hoztam az előbb szóba. Ugye itt az asztalon is láthatunk egy jó pár fontos érmet és kupát. Nyilván az összesre büszke, de melyik mondjuk, ami nagyon emlékezetes az ön számára? Akár mondjuk egy külföldi verseny, mert jól tudom, a külföldön is versenyzett. Nem igazán nagyon tudok köztük különbséget tenni, mert én ugyanúgy megdolgoztam egy vidéki városban lévő területi minősítő versenynek az eredményéért is, míg mondjuk egy világverseny eredményéért is. Akkor úgy kérdezem, hogy nyilván a kettőt nem lehet talán összehasonlítani, de valamennyire mégis. Mondjuk milyen egy világverseny akkor? Ahhoz fogható nincsen, mert ugye egyedüliként, amikor az ember kilép a dobogóra, ugye, és a saját hazáját képviseli, az egy elég jó visszaigazolás, hogy az ember jó úton jár. Igen, ezt azért is jó, hogy említette, hiszen magyar válogatott is, volt magyar válogatott is. Az milyen érzés, amikor, vagy egyáltalán az, hogy válogatott lett? Nincs hozzáfogható érzés. Az egy nagyon szép, és ugye ezt kívánom minden sportolónak, ugye, hogy amikor az edző ezzel szembesítés közli az, hogy akkor behívtak a magyar válogatottba,
annál jobb visszaigazolás nincsen, hogy az ember helyes úton jár. Ugye említettem már a kerületi kötődést Rákoshegyhez, és itt még nagyon fontos, hogy megemlítsük a Lendület Sport Egyesületet. Erről mit lehet tudni? Hát igen, én 2013-ban csináltam egy sportegyesületet, amiben versenyeztem, és képviseltem a kerületet is, de az elmúlt egy-két évben sajnos nem tudtam versenyezni, mert úgy hozta az élet, hogy nem tudtam súlyemelő rudat fogni. És így a Magyar Súlyemelő Szövetségnek van egy alapszabálya, hogyha nem indul kiemelt kupaversenyen egy adott évben egy adott egyesület, akkor megszüntetik. Nem is megszüntetik, hanem kizárják a soraiból. És ugye én most idén elkezdtem ugye megint súlyt emelni, de így már úgymond nincs egyesület. Van egyesület, csak ugye súlyemelés nincs benne. Így leigazoltam vissza a kis újszállásról a anya egyesületbe. Említette, hogy kihagyott egy-két évet, amikor most újra elkezdett súlyt emelni, milyen érzés volt megfogni újra ennyi kihagyás után? Visszajöttek azok az emlékek, amik... Igen, és ugye az izom az emlékszik, meg az embernek a lelke is emlékszik, és ugye ez egy teljesen jó érzés, amit ugye mondtam, hogy ugye én a súlyemeléshez úgy viszonyulok, mint ugye a hívő a templomhoz. Így amikor megfogom a súlyemelő rudat, lemegyek a súlyemelő terembe, ez nekem egy teljes egy kikapcsolódás. Mi az, amire most készül, mint verseny? Most a magyar bajnokságra szeretnék, majd hogyha a térdem engedi, de most úgy néz, hogy kezd helyre jönni a térdem, mert a Európa bajnokságra, ahol készültem most nyáron, ugye az eléggé megkeserítette a felkészülésemet a térdsérülés, de most kezd úgy nézni, hogy megint fogok tudni felkészülni. Mekkora volt a legnagyobb súly, amit sikerült mondjuk szakítani és lökni? Én 19 évesen 160 kilót szakítottam, és 200 kilót löktem. És van még ettől följebb ön szerint, mármint a önre vonatkozólag? Én már ennyire már nem igazán nagyon szeretnék ilyen magas súlyokat emelni, mert ugye a koromból fakad dolog is, meg az embernek a ízülete is ugye azért elhasználódik. És hogyha még az izomzaton bírná is, nem biztos, hogy ugye a térd, a váll, a könyök ízület, a derék ízület, ugye, ez sokáig tolerálna. Meg lehet ezt, vagy meg szeretné határozni azt, hogy mondjuk meddig űzi még ezt a sportágat, vagy ameddig fizikailag ezt bírja? Ezt lehet, hát vannak 80 éves súlyemelők is. És ugye mindenki azt hiszi, hogy a súlyemelés ugye 30-40 éves korig, ugye maximálisan bezárólag, és ugye félnyomorékon hagyják abba az emberek, de ez nem egészen így van. Most például ugye a Masters világversenyeken is ugye 70-80 évesek is indulnak. És ha belegondolunk, kevés olyan sportág van, ahol 70-80 évesen is sportolnak, és ugye világszinten, világversenyekre készülnek. Ezért ez elképesztő, ez 80 éves ember, hihetetlen. A családot már ugye szóba hoztuk, ez azért is fontos még itt ezen a ponton, itt a beszélgetésünk végén, mert ugye a fia is, ha jól tudom, akkor ő is ezzel a sportággal nem úgy ismerkedik, már űzi is. Igen, idén nyáron lett igazoló sportoló a kisfiam, ő a BKV előreibe versenyzik, már volt két versenyen is, az egyik versenyen első lett, a másik a második lett. Hát ugye ő még most kóstolgatja ezt, ennek az ízét. Hát majd kiderül. Illetve judózik is. Ugye ezt a késportágot egy 10-12 éves korig lehet ugye párhuzammal csinálni. Akkor viszont majd válaszút elé kell állítani, hogy akkor végül is melyiket szeretné. A döntés az övé lesz, amelyiket szeretné azt. Abba fogom támogatni. Volt, hogy ő magát látta benne? Én is voltam, igen, illetve amikor a sportbarátaim, akik ugye láttak engem fiatal koromba versenyezni, illetve lent a terembe edzeni, ők szokták azt mondogatni, hogy maga a fiamnak a mozgása az majdnem olyan, mint hogy engem látnának. És ugye ezt apaként ugye ez egy nagyon-nagyon jó érzés. Amikor ugye apaként az ember megmondja a saját fiának, ugye, hogy mire figyeljen oda, az ember biztatja a saját fiát, illetve amikor versenyzik és adom az instrukciókat, szerintem ez egy apának ennél nagyobb öröm nem hiszem, hogy kell.
Azt már ugye említette, hogy mit adott önnek ez a sportág, de én azzal zárnám beszélgetésünket, hogyha valaki a beszélgetés hallatán kedvet kapott a súlyemeléshez, miért ajánlaná ezt a sportágat? Hát mindenféleképpen ugye ad egy belső tartást, ugye ad egy önfegyelmet, ad egy olyat, hogy az ember saját magát győzi le. Itt ugye nem úgy van, mint bármi küzdősportágban, ugye, hogy másikat győzzük le, itt az ember saját magát győzi le. Illetve mindenféleképpen ugye jó a keringésnek, jó az izomzatnak, jó az embernek a lelkének. Ezzel zárjuk beszélgetésünket. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és további nagyon sok sikert kívánok sportolói pályafutásához. Nagyon szépen köszönöm, én köszönöm a meghívást. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!